A poliszaharidok olyan természetes makromolekulák, amelyek a fotoszintézis során végtermékként keletkeznek. A poliszaharidok egyszerű cukrokból épülnek fel, a leggyakrabban ez az egyszerű cukor, a szőlőcukor, vagy glükóz más néven. A legismertebb, legnagyobb mennyiségben előforduló poliszaharid a cellulóz, amely a papír nagy részét alkotja, illetve a másik az a keményítő. A széttépkedett szűrőpapírhoz 2 köbcenti tömény génsavat adunk, és üvegbottal kevergetjük. A kénsavas pépet átvisszük a gömblombikba, és kevés vízzel bemossuk. Átmostam, és kicsit forraljuk. Nagyon óvatosan nátriumhidroxiddal a sav fölösleget közömbösítjük. Mint látjuk, ő fejlődéssel járó folyamat, óvatosan kell csinálni. Közömbösítés után az oldatból egy keveset kémcsőbe töltünk. Majd elvégezzük vele a feeling reakciót. Hozzáöntünk feeling 1 oldatot, majd annyi feeling 2-t, hogy a csapadék éppen feloldódjon. Majd óvatosan melegíteni fogjuk. És már is látszik, hogy kezd kiválni benne a vörös-barna réz 1-oxid csapadék.